Viszonylag könnyű elfelejteni Michael Bay-jel kapcsolatban, hogy napjaink egyik legjobb akciófilmes rendezőjéről van szó. Ez mármint az amerikai direktor rossz megítélése legfőképp annak köszönhető, hogy a Transformers 3-tól kezdve az 57 éves szakember földbe állította, és nézhetetlenné tette a gigarobotos franchise-té. Pedig azóta is megvillant a filmkészítő olyan gyöngszemekkel, mint a Pain, Gain és a 13 óra, Bengázi titkos katonái, de a Six Underground 6-an az alvilágból is egész elviselhetőre sikerült. Michael Bay tényleg olyan, mint egy főniszmadár, néha vannak iszonyatosan látványos fellángolásai, hogy aztán gyorsan a saját hambába halljon. Az április 7-én bemutatott Rohammentő című új mozifilmre mindenféle elvárás nélkül ültünk be, hogy aztán jól meglepődjünk. Az év eddigi legpörgősebb akciófilmje fut éppen a moziban, amelyről alig beszél valaki. Pedig van miről. A Rohammentő története egy Wilsch Harp nevű háborús veteránról szól, akinek sürgősen pénzre van szüksége, mert a neje haldoklik, az amerikai egészségügy meg annyira tropa, hogy csak magánúton lehetne megoldani a gyógyíttatását. Ez persze rengetegbe kerül, a fickó tehát elmegy legközelebbi rokonához, Danyhez. A fogadott tesó épp bankrablásra készül, így kapóra jön neki a kiváló sofőr Will, akit bele is rángat a nagy melóba. Az őrület akkor szabadul el, amikor a fivérek egy mentőkocsiban találják magukat, a hordágyon egy sérült zsaruval és az őt épp megmenteni igyekvő mentőtisztel, Cam Thompsonnal. A feladat adott, valahogy le kellene lépni Los Angeles rendfenntartói elől, akik azonban vérszemet kaptak, mindenáron meg akarják menteni sérült társukat és elkapni a rossz fiúkat, még akkor is, ha a Metropolis összes kocsiját és helikopterét be kell vetniük a cél érdekében. Új P. Duna film Eiza González a Rohammentő című filmben. Michael Bay most nagyon kitett magáért, a Rohammentőnek ugyanis rettenetesen jól áll a rendező megalomániája, aki a raktáron lévő legnagyobb stukkereket adta a színészek kezébe, összetört jó pár járművet, és vért izzadt azért, hogy a 40 milliós büdzséből valami maradandót hozzon össze. Igaz, olyan nagyon sok robbanás ezúttal nincs, de ha ilyen filmek mennének a moziban, állandóan ott hasalnánk a 7. sor közepén. Már a kezdés, a bankrablás ügyesen megidézi a szemtől szemben legjobb pillanatait, és bár a folytatás, az üldözés része sem eredeti ötlet, hiszen egy dán filmen alapszik, és persze a Keanu Reeves féle féktelenül is megcsinált valami nagyon hasonlót. Akkora adrenalina az egész, hogy majd elszédültünk a székben az akciókavalkád nézése közben. Yahya Abdul-Mateen 2 a felemásra sikerült Matrix 4 után bizonyítja, hogy nem is annyira csapnivaló színész, és bár Jake Gyllenhaalból kicsit sok lesz a végére, ők ketten nagyszerűen hozzák a folyton veszekedő jó fiú, rossz fiú duót. Kiegészülve Eiza González-zel, akivel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy Bay végre rájött, hogy a szép színésznőket nem csak biodíszletnek lehet használni, a mexikói sztár pedig karrierje legjobbját hozza a rideg mentősnő szerepében. Mondjuk, korábban a From Dusk Till Dawn-ban és az Ikerra Lát című Netflix filmben se volt rossz, ha valaki művelődni szeretne González filmjeiből és sorozataiból, de a Rohammentőben néha feltűnően lopja a softé a színésznő. Az akciófilmek nagy hibája, hogy egyszerűen képtelenek fenntartani az ember érdeklődését a legutolsó percekig. Túl sok lesz az állandó rohanásból, a fegyverpufogtatásból, és annyi impulzust kap a néző, hogy úgy kifárad, mintha egy edzésen lenne túl. A Rohammentő ebből a szempontból remekül teljesít, hiába 136 perces a produkció, van is benne ennyi tartalom, és picit se lehet elnyújtottnak érezni. A zsaruk háttérsztoriaiból igaz, visszavehettek volna picit, nem kellett volna a pandúroknak ekkora feneket keríteni, de ettől eltekintve nem lehet túl sok panaszunk Bay új akcióorgiájára. A Rohammentőn nagyon látszik, hogy a koronavírus járvány közepén készült, amikor Michael Bay-nek mindene ki volt már a bezártsággal. Ezért fogta és kiélte magát ennek a filmnek a forgatásán. Mi, nézők jártunk vele a legjobban, és ha ezen múlik, akkor kérjük, hogy a direktort zárják be egy sötét szobába a következő filmjéig. Ha ez kell neki, hogy piszkosul szórakoztató produkciókat csináljon, ám legyen.
a rohammentő április 7-én mutatkozott be idehaza, és azóta is megy a mozikban.